A mai napon a hazai piacon egyértelműen a Richterre lesz érdemes figyelni. Két hete jelentették be, hogy az MSCI World Indexben ugye átsúlyozás lesz, kikerül belőle a hazai gyógyszeripari cégünk. És azért is érdekes ez, hiszen a hír bejelentése óta 40 ezer forint fölüli szintről, gyakorlatilag 35 ezer környékére esett a papír. A mai napon zárul ez az átsúlyozás, tehát a mai napon még lehet eladói nyomás a papírban, de én azt gondolom, hogy itt már azért érdemes lehet gondolkozni vételekben is, hiszen ha ez a nyomás kimegy a papírból, akkor továbbra sem szabad elfelejteni, hogy a kísérletek azok jól állnak, gyakorlatilag ugye a harmadik fázisban van a kariprazin gyógyszerük, és ez azért is fontos, mert a jövő héten akkor innentől kezdve már úgy érdemes nézni erre a papírra, hogy 35 ezer forintnál érdemese megvenni. Az elemzőink szerint azért egy éves időtávban érdemes lehet befektetni ebbe a papírba, hiszen 40 ezer forint fölötti célárakat vizionálnak, úgyhogy így érdemes majd a mai napi esést vizsgálni.